legfőbb fugonai motivum szerintem a kitartás és a tudásvágy és a tanulás. Az én nagyapám, anyai nagyapámnak a nagynénje volt a Vilma néni. Én így hívom, hogy Vilma néni, mert itt tanultam gyerekkorom óta a nevét. Vilma néni már kislánykorában nagyon érdeklődött minden természetrajz iránt, és békát boncolt, ami hát eléggé vad dolognak tűnt a akkori társadalmi helyzetben. Bár még nem tudta, hogy mi lesz az ő életútja, míg nem Jókainak a honi című újságjában tudta olvasni, hogy Zürichben már hölgyek is tanulhatnak az egyetemen az orvosi karon. A zürichi diploma megszerzése után sajnos 19 évnek kellett eltennie, addig, míg Magyarországon aktizálhatott orvosként, abban közbőső időszakban csak szülésznőként dolgozhatott, ez volt megengedve. Nagyon nagy tapasztalatot szerzett a női betegségekkel kapcsolatban és szülésekkel kapcsolatban, és amikor már orvosnőként praktizálhatott, akkor is nagyon sok női páciense volt emiatt. Ez nagyon sokat jelentett az akkori női társadalomnak, egyébként nagyon komolyan vette, hogy egészséges életformát ajánljon a betegeknek. A könyvében még ilyen fejezet is van, hogy légfürdőzés, hogy fehér lepedő között hölgyek napoznak mindenféle kevés ruhával, vagy hasonló helyzetben. Ebben a nagyon megdöbbentő, hogy olyan dolgok vannak javaslatként leírva, fotókkal, meg illusztrálva metszetekbe, amit később már bebizonyítottak, hogy mennyire egészséges és jó, most már mindannyian tudjuk, de akkor ezek mind nagyon nagy újdonságnak számítottak. A kitartás, a tanulás, az érdeklődés, a tudásvágy az benne nagyon komolyan megjelent, és ezt érdemes továbbadni a mai fiatalságnak is, akik tanulnak, pláne orvosnak tanulnak.